témával indít, ami a végzetnek a motívuma. Amikor részfúvókon ismétlődő hangok jelennek meg, hát ott leszámítson senki valami jóra. Ez az akár a végzett hatalmanyitányába, akár a Rigolettónál, vagy a Requiemnek a tubamírom tételére, amikor megszól a trombita, ez mindig egy elrendeltség, egy végzetet, egy fátum, amit nehezen lehet kivégezni, ami viszi végig a fonalat. Éles váltással, mondta, hogy oda a közepén vagyunk, és csodálatos tánc szerint hallunk. Na most ennek is van történet, hogy Wernernek minden operájában van szimfonizene, és szebbnél szebbben, csodálatosabb. Az a dallam, a tömeg, ami a Rigoletto elején, mint táncszerre szól, az ember alig tudja elviselni, elég csodát, már jön a másik dallam. A szülőfalujában, Buzettóban, édesapja vezette a katona zenekart, ahol vasárnaponként térzenét adtak, és ilyen típusú fúvós zenéket, indulókat, polkákat, féligolt tánzeneket játszottak. Ez a fiatal Verdi, ennek Verdinek az életében ez nagyon mély volt. És az állatos színpadi zene, a Traviát, és még sorolhatnám az összes nagy színpadi zene, ami a bálon, ugye állatos bálon is az van. Ez mind annak a szüleménye, annak a következménye. A másik, ami megdöbbentő, hogy ebben az operában csak férfi kórus van. Abban az operában, ahol nőkről szól a darab természetesen, de ebben semmi kivetően az. Sokan mondják, hogy az operában megtartott vállalata nem volt megfelelő létszámú nőikat, nem tudom. Nem, ez így tökéletes. Az az erő, ami megszólal az első felvonásban, természetesen statiszta lányok vannak, akik a női nemet képviselik, hiszen a mantuai herceg élete a nők körül forog, mint az első áriájában kifejti. De ez a kórus és a harmadik a kórus titelemnek aztán az a csodálatos új terület, nem akarok elérni az utolsó felvonásnak, ami a modern zene, akkori modern zenének egyik csúcsa. A viharjelent, az kvártet utáni résztől szabad improvizatív, fantasztikus, nagy effektusok, és mind, amik a vihar zenét, a villámlást, a pikoló, a nagy dobot, a nagy dob, a dörgés, és közben a szélkórust egy fantasztikus, imitáló férfikai tercmenettel, tényleg most emlettel ábrázolja. Ezek olyan csodák, amely az időben, amely az ember fölkapta a fejét. Szóval visszatérve az elejére, a vezérmotívum nem kifejezetten Wagnerhez kötődik. Ugye benne a leitmotív, az ugye Wagnerhez kapcsol, minden operának van, ha mielőtt bejön a Tristan, benyújtja a névjegyét, hogy tudja a közönség is, hogy ki van. Ezek csodálatos dolgok, de jóval előtte. Már Verdi is használt ezt a motívumot. A hangszerelése és a dallam kezelése az megint olyan, ami később nagy operáiban nagyon magasatokra megy. Amikor két férfi, két valaki hangú férfi énekel egy duettet, annak különleges zenekari varázsa van. Ilyen szépen a Rigoletto és a Sparafucci duettjében kizárólag mély hangú hangszerek vannak, kizárólag. És ettől szól úgy, hogy tényleg egy hatalmas fekete felhő úszik a végéig, és végtelen zsűrségkel csak cselló, bőgő, klarinét, babot, rácsa és nagy dob játszik benne. És mégis úgy olyan teljesen, fantasztikus lassával, később ez hatalmasan kibővítve, egy másik mély hangú duettbe, a Carlos Inquisitor üdvözletében, amikor szintén a B-hangok, a négy fagot és a négy pozán viszi, azok a bővők viszik az erőt. Ezek olyan mesterségbeli tudások is, és amik nem véletlen, hogy ez a mű, ez ilyen csodálatos. Most pedig a dallamosságot. Gilda közismert áriája, egy nagyon egyszerű, nem akarok most dalra fakadni, de ami előlet, na mégse, tararam, pam, pam. Mégis, hogy ez később, ez tovább megy, hiszen
Rigolettónak a drámai vonulatából születik meg a Trubadur, és a lírai vonulatából a Traviata. Nem mintha a Traviatában nem lenne dráma, és a Trubadurban nem lenne líra, de mégis a fővonalában ez adja. Na most ugyanez a szerelmi lángolás van a Traviatában, a líra, ugyanaz. Mert ez nem egy bevált sablon. Nem egy bevált sablon, hanem az alázat és a leborulás a szerelem érzése előtt. És az, hogy a Gilda nem véletlen, hogy nem tud legátó énekelni. Az ilyen szerelmében elbódult nő, nőszemélyek nem tudnak legátó énekelni. A Verdi majdnem minden művében ez látszik, az Ajnában, a Carlosban, ez magától értetődő és gyönyörű szép dolog. Mondom, nehéz így ezeket összevenni, egy és egy ember föleszmél egy ária után. Nem is az áriák, az együttesek. Az első felvonás finália, már a kis első két a finália, Monteronének az átka. Most itt egy nagyon-nagyon szép kis történetet olvastam Verdi életéről, hogy sokáig az volt a darab címe, hogy az átok. Így készítünk, na már itt jó, ez lett volna. Aztán a szövegíróval nagyon-nagyon töprengtek még a bemutató előtt egy-két hónappal Verdi, hogy hát nem tudom, hogy nem lenne jó. Nem igazán találó ez a cím, és akkor biztatkozza, hogy mi legyen, a bosszú, akármi, nem tudom. És azt Strepponi asszony, Verdinek a hites társa, az hogy átment a szobára, és oda vetettek két kárnyószerűen. Hát minden lehetne Rigoletto? Szóval a nőknek a szerepe azért az elejére oda mindig is nagy volt, nem csak Klára Schumann. Nem csak Konstanca Weber, hanem a Verdinek is búzsája is, Kusnyival is, csak a nők diktálták. Szóval ezek a csodálatos slágernek, és jelentettek, és együtteseknek. Jó, odaszony ingattak, Rigoletto kvartett, meg a Herceg Ária, Corticiani, ugye és még nagyon fontos, hogy minden bariton áriához a szerző cselló kísérletet írt, mint itt is. Hát miért? Hát a bariton és a cselló az abban a hangszerek. Hát ugye természetes volt, hogy a Corticianit is, és cselló kísérletet. Ezernyi meg ezernyi csoda, nagyon sok híres énekessel voltak akarom csinálni. Egyik legkorábbi darabom volt, amit csináltam, azt is koncertszerűen, még a rádiózenekarral, hát nem is tudom, hogy akkor 72-ben, 73-ban meg is kezdőparancsnok voltam. A Csepeli munkás otthonban koncertszerű előadás volt, először a szereposztásra is, Solyom Nagy Sándor, Korondi György, Kalvár Magda és Kovács Kolos voltak akkor a szereplők. Azóta hát nem nagyon számom vagyok a statisztikának a híve, de szerintem 150-szer csináltam körülbelül nagy sztárokkal, Krisztina Eda Pierre, a csodálatos Csirdával, akkor Cappuccinivel csináltam, ahol a Sparabucci Bátor Tamás énekelte. Szóval van egy pár előadás, és a Rigoletto megunhatatlan és felelősséget ad, én és most is, és párszor csináltam, és fogom is jövőre is csinálni. Én úgy megyek oda, hogy felelősséggel tartozom, és hét előtt 5-10 perccel azt a jól ismert érzést, egy gyomoros a szív között, amit elengedhetetlen előadó művészetnél, azt elkezdtem érezni, és számomra ez az operajátszásnak az örök bibliája, és nem lehet megunni. A túl jó Serafiniról mesél, tényleg hát elég sokszor csinálta a Rigolettót. Gardner mesélt sokat róla, mert hát sok jó kapcsolatban volt vele, hogy öreg korában előadás előtt nézni lapozgatja és böggészi a Rigolettó partulát, egy növendéke neki, hogy mester, mit csinál? Hát tanulom a darabot, nem viccelje, hát mondja valamit.
rendezett. Nem tudja, mennyi érdekeset fejezett fel, mindig újra-újra elolvasom. Tehát újra el kell olvasni, minden, ahogy el kell írni, és mindennek a lelki indítékát és a küldését át kell jönni. Nagyon boldog vagyok ennek a feladatnak, és nagy örömmel és szívvel készülök rá. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, hogy ezt kell lennem, és akkor mindenki gózítok, hogy milyen csitfélten partitúra.